Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Elmélyítik az együttműködést. Közös sajtótájékoztatót tartott a Gyula Hús és az Agrárkamara. Középpontban a költészet. Gyulán a József Attila szobornál tartottak ünnepi programot. Tájékozódási futók versenyeztek. Gyulán és Városerdőn mérték össze tudásukat a sportolók. Segítség Kárpátaljának. Országos kezdeményezéshez csatlakozott a Gyulai Zeneiskola. Megerősítette partneri kapcsolatait a Gyula Hús és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete. A hétfő délelőtti sajtótájékoztatón elhangzott, bár a háború több szempontból is negatív hatással van a cég életére, idén is árbevétel bővülésre készülnek. Ez a nap híre. Nagyon fontos számunkra, hogy az ő véleményüket, az ő gondolataikat is meghalljuk és meghallgassuk. Áprilisban indította útjára a gazdatalálkozókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete. Kozsuh Kornél megyei általános alelnök ennek jegyében találkozott hétfő délelőtt Daka Zsolttal, a Gyula Hús ügyvezetőjével. A fürdővárosi sajtótájékoztatón Kozsuh Kornél kiemelte, tagjaik között nem csak termelők és gazdák szerepelnek, hanem élelmiszer előállító és feldolgozó vállalatok is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának legfontosabb célja az, hogy magyar takarmánnyal, magyar állatokat nevelve Magyarországon legyenek feldolgozva, és az abból készült termékeket magyar vásárlók asztalára tudjuk juttatni. Ez is az egyik fő célunk, és ebben is együtt tudunk dolgozni a továbbiakban is. Az eseményen Daka Zsolt elmondta, sok olyan segítséget kapnak a kamarától, melyek hozzájárulnak a hétköznapi munkájukhoz. A különböző pályázatok mellett a húsipari dolgozók képzése terén is szoros a kapcsolat közöttük. A 350 embert foglalkoztató Gyula Hús tavaly 8,3 milliárdos nettó árbevételt ért el, és idén sem szeretnék alább adni. Körülbelül 10%-kal szeretnénk az árbevételünket bővíteni. Ezen belül az export árbevételt is jelentősen szeretnénk, nem csak a belföldi, hanem az export árbevételt is jelentősen szeretnénk bővíteni. Ennek érdekében ugye folyamatosan termékeket fejlesztünk, és próbálunk új termékeket bevezetni a piacra, illetve a meglévő termékeinket is próbáljuk új megjelenésben a fogyasztókhoz eljutatni. Daka Zsolt kérdésre válaszolva elmondta, a Gyula Húst is érinti a szomszédban zajló háború. Jelenleg nem rendelkezünk, itt a korábbi években sem rendelkeztünk orosz és valamint ukrán piaci partnerekkel, így hát így módon nem, viszont számos területen, például az alapanyag ár változása, az energia ár változása, különböző segédanyagoknak az elérhetősége megváltozott az elmúlt időszakban. Bízunk abban, hogy nem lesznek olyan problémák, hogy hiány alakul ki bármilyen összetevőből. Az eseményen elhangzott, a cég beruházási elképzelései között szerepel a kétegyházi útra költözés. Daka Zsolt elmondta, ebben is számítanak az Agrárkamara segítségére. A Magyar Költészet napjára emlékeztek Gyulán a József Attila szobornál. A jeles nappal kapcsolatban Görgény Jernő polgármester elmondta, a gyulaiak kultúra iránti erős kötődése már egészen kicsikorban, az óvodásoknál megkezdődik. Trilla, trilla, trillárom, én a tavasz imádom! A magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjának születésnapja, április 11-e hosszú évek óta a Magyar Költészet napja. Gyulán hagyománynak számít, hogy ilyenkor az óvodások ünnepi műsorral készülnek a József Attila szobornál. Makráné Gombkötő Zita köszöntő beszédében elmondta, az elmúlt években a járvány miatt erre nem volt lehetőségük, így nagyon várták már ezt az alkalmat. József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját. Nagy örömömre szolgál, hogy idén újra személyesen van erre lehetőségünk. Az eseményen a Török Zugi óvoda és az Evolt Eliz óvoda növendékei mondták el Mentovics Éva tavasztündér és Tóth Marianna tavaszi szél című versét. Balázs
Bajóné Aracki Anetta, Békessugárúti óvoda, óvodapedagógusa kiemelte, azt szeretnék, hogy a kicsiknél a versek szeretete felnőtt korban is megmaradjon. Az óvónénik minden nap mondunk a gyermekeknek verseket, mondógákat, dalokat, hogy éneklünk, és azt szeretnénk, hogyha ezeket a szívükben megőriznék, felnőttként is érdekelnék őket a versek, a költészet, és természetesen örömünkben, bánatunkban mindig a versekhez fordulunk. Akár könycseppet csal a szemünkbe, akár mosolyt az arcunkra, mégis a lelkünknek talán a legfontosabb a költészet, a versek szeretete. A műsort Pepe Manó műsora mellett a Gyulai Egyesített Óvodások közös éneklése követte. Görgényi Ernő polgármester elmondta, Gyula a Kultúra Magyar Városa cím büszke tulajdonosa. Ezért is fontos, hogy a kultúrára nevelést már egészen kicsi korban elkezdjék. A gyulaiak kultúra iránti erős kötődése és élénk érdeklődése már egész kicsi korban az óvodások nemzedékénél megkezdődik, hiszen a városban áldozatos munkát végező óvodapedagógusok is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a líra szépségeit, a költészet értékeit már a gyermekek is megismerjék. A költészet napi ünnepségen a gyermekek műsora után megkoszorúzták József Attila szobrát. A hétvégén megtartották a harmadik Várfürdő kupatájékozódási futóversenyt és főiskolai egyetemi bajnokságot. A versenyzőknek a városban kihelyezett ellenőrző pontokat kellett sorrend szerint megérinteni, és lehetőleg minél rövidebb idő alatt teljesíteni a távot. Rajt! Szombaton 11 órakor rajtoltak el a versenyzők a harmadik Gyulai Várfürdő Kupa tájékozódási futóverseny és főiskolai egyetemi bajnokságon. A verseny a Sprintliga első fordulója is volt egyben. A rövidtávú futam első fordulója délelőtt a belvárosban, a második délután a vár környékén zajlott. Tankó Gyula Hódmezővásárhelyről érkezett a versenyre. Azt hiszem 5 éve kezdtem ezt az egész tájfutást, és azóta nagyon élvezem, és kedvenc sportom. Őri Feliciánnak ez a második tájfutó versenye, ő hosszú ideje dzsúdózik. A párjával együtt Paksról érkeztek. Ez az igazság, hogy a párom tájfutó, és ő neki a utolsó lehetőség az egyetemistások között itt összecsapni, és akkor gondoltam én, hogy mint más sportákból elkísérem, és akkor megpróbáltatom magam itt is, hogy a futásba mennyire tudom kibontakoztatni a szárnyaimat. Úgyhogy hát magamhoz bizakodó vagyok, de a realitás alapján inkább azt mondom, hogy egy erős középmezőnybe szeretnék végezni. Paskúj Mátyás főszervező elmondta, a rövid távú versenynél a leghosszabb pályák 3-4 kilométeresek. A lényeg az, hogy a versenyző a rajt sipszó elhangzása után kap egy térképet, rajta van egy pálya, amit nem ismer előre, és abban a sorrendben a pontokat érintenie kell, és aki a leggyorsabban teljesíti, az a győztes. A Várfürdő Kupa harmadik fordulója, ami egyben a Diák Olimpia délalföldi versenye volt, vasárnap Városerdőn zajlott. Országosan meghirdetett jótékonysági hangversenyt tartottak a Kárpátalján élők támogatására. A kezdeményezésben a Gyulai Zeneiskola is részt vett. Egyszerre szólaltak meg a hangszerek a Magyar Zeneoktatási Intézményekben pénteken 18 órakor. A Lélekhíd névre hallgató hangverseny a kárpátaljai magyarok megsegítésére jött létre. A kezdeményezéshez a Gyulai Erkel Ferenc Művészeti Iskola is csatlakozott. 14 műsorszámmal készültünk a mai estére, nagyon széles a repertoár, James Brown, I Feel Good-tól Mozartig, vagy hát Mozarttól a swing muzsikáig, musicaltól, operettől kezdve, aki eljön a mai estére, egy nagyon szép koncertestet láthat. Várnagy Andrea, Liszt Ferenc díjas zongoraművész a Zenevarázslat Mozgalom Facebook oldalán élő műsorban jelentkezett. Ezt követően kezdődtek a hangversenyek az ország zeneiskoláiban. A programban 65 intézmény vett részt. A helyszínen adománydobozt helyeztek el, az összegyűlt pénzösszeg pedig a Magyar Református Szeretett Szolgálat segítségével jut el a Kárpátalján élőkhöz.
Ugye elsősorban azért az adományoknál a pénzbeni adományokra gondolt itt mindenki, de személyesen is lehet, tehát itt az asztalon, ahol ez a dobozt is elhelyeztük, van egy kis papír, amire fel van írva számla szám, tehát mindenki egyénileg is úgy gondolja, akkor ugye az adományokat ezt így külön utalványon is megteheti. A résztvevők a pénzadomány mellett együttérzésüket is kifejezhették a bajba jutottak felé, ebben pedig segítséget nyújtott a zene. A jótékonysági koncert a Zene Varázsért Alapítvány, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége, a II. Rákóczi Ferenc Művészeti Iskola és a Magyar Református Szeretetszolgálat jóvoltából jöhetett létre. Városfejlesztési témákról tárgyalt pénteki ülésén a gyulai képviselőtestület. Rövid hírek következnek. Két városfejlesztési témáról döntött a grémium a péntek reggeli rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Először egy megnyert pályázat önerejének biztosításáról tárgyalt a testület, a csapadék és belvízelvezető rendszer fejlesztésére és felújítására. Immár harmadik alkalommal nyert pályázatot az önkormányzat, a terület és településfejlesztési operatív program segítségével. A nyílt közbeszerzési eljárást csak az orosz-ukrán háború kitörése után tudták megindítani, így megemelkedtek az árak. Ezért több mint 33 millió forint önerőt kell biztosítani a pályázat megvalósulására. Megállapítom, hogy 13 igennel egyhangúan megszavaztuk. Köszönöm szépen! A grémium egyhangúan támogatta, hogy valósuljon meg a pályázat, ezzel is biztosítva az önerőt. A második napi rendi pont a gyulai járásra vonatkozó TOP Plusz városfejlesztési program terv jóváhagyásáról szólt. Kónya István a polgármester elmondta, a gyulai járásra vonatkozóan a négy település, Gyula Kéthegyháza, Elek és Lőkösháza konkrét projektjavaslatait tartalmazza a programterv. Az egyhangú döntést követően jogosultá váltak arra, hogy a pénzügyminisztériummal egy 7,9 milliárd forint keretösszegű együttműködési megállapodást kössenek. Kónya István kiemelte, a gyulai mellett eddig a kétegyházi képviselőtestület fogadta el a TOP Plusz városfejlesztési programtervet. Négy prioritást fogalmazott meg az Európai Unió, ezekre írtak projektjavaslatokat. Ebben többek között belterületi csapadékvízelvezetéstől kezdve kerékpárút építésen át utak, valamint óvodák, bölcsödék felújítása valósulhat meg. Gyulán a tervek között szerepel az Evolteriz, valamint a gyulavári óvoda és a bölcsöde épületének felújítása. Emellett energetikai korszerűsítést is szeretnének megvalósítani önkormányzati épületekben. A tervek között szerepel egy 1,5 milliárd forintos fejlesztés a szociális ágazatban. Az egészségügyi alapellátási intézmény mellett a gyulaváriban található egészségház is megújulhat. Korábban az összes gyulai oktatási nevelési intézmény megkapta a súlyos allergia elleni injekciót. A gyulai példa nyomán a megye több településén elindult ez a folyamat. Szerda délután a Gál Ferenc Egyetem fürdővárosi karán tartottak EpiPen mentori képzést a gyógyszer használatáról az egyetem oktatói, valamint az Egészséges Város Közalapítvány munkatársai az intézményben már végzett vagy jelenleg is ott tanuló hallgatók számára. A program célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati tudást adjanak a mentorprogramban résztvevők számára, hogy később el tudjanak menni a lakóhelyükhöz legközelebbi oktatási intézménybe, mely rendelkezik a gyógyszerrel, és be tudják mutatni a használatát, vagyis képesek legyenek másokat is megtanítani erre a műveletre. Az ismeretek elsajátításához nem szükséges egészségügyi előképzettség, azt bárki könnyen megtanulhatja. Az eseményen elhangzott, a későbbiekben is szeretnék folytatni a mentorok képzését. Már hagyománynak számít a virágosztás Gyulán. 2020-ban a koronavírus járvány idején sem maradt el a program. Akkor, hogy csökkentsék a találkozások számát, és hogy nagyobb tömeg sehol se gyűjjön össze, házhoz vitték a növényeket azoknak, akik igényelték.
A program 2022-ben is folytatódik, így idén is megtartja a tavaszi virágosztást a gyulai önkormányzat. A növények átvétele most személyesen történik a lakcímkártya felmutatását követően. A különböző körzetekben meghatározott időpontokban és helyszíneken várják a környezetüket szépíteni akaró embereket. Az egynyári cserepes virágokat csak a lakcím szerinti körzetben élőknek tudják biztosítani. A hatos választókörzetben élők április 20-áig tudják telefonon lejelenteni virág iránti igényüket. Úgy, ahogy eddig is, mindenki 8 növényt vehet át. Idén is egy tavaszi és egy őszi lomtalanítási akciót hirdetett a Darek hulladékgazdálkodási ZRT Gyulán. A városban minden a megszokott módon, a hagyományos ütemezéssel zajlik majd. Idén is 5 alkalommal szállítják el a hulladékot, az első körzetre április 27-én, az utolsóra május 25-én kerül sor. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján Bányai György, a Gyulai Közüzemi Kft. Üzemvezető helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen alkalmakkor nem rakható ki bármi, például azok a holmik sem, melyeket más szolgáltatás keretében egyébként is elszállítanak. Bányai György hangsúlyozta, elég széles azon feleslegessé vált tárgyak köre, melyeket a lomtalanítási akció keretében elszállítanak. Ebbe a körbe tartozik a teljesség igénye nélkül a szőnyeg, a textília, a bútor, a fából készült tárgyak, vagy akár a műanyag medence. A háztartásban keletkezett lomokkal egyébként nem feltétlenül kell megvárni a lomtalanítást, mert a Kígyósi úti hulladéktelepen bármikor le lehet adni ezeket. A Gyulai Közüzemi Kft. Munkatársai az összegyűjtött tárgyakat Békés Csabára viszik, ahol újra hasznosítják ezeket. Gasztrosétákat tartanak Gyulán és Békés Csabán. Lapszemle következik. Városi keresztutat tartottak Veszprémben. Április 8-án az összegyűlt hívek végigjárták Jézus utolsó földi útját. A jelképes utat Udvardi György érsek vezetésével tették meg, amely Jézus szenvedés történetét jelképezte. Olvasható a Magyar Kurír hírportálon. Gasztroséták Gyulán és Békés Csabán. Húsvétkor és pünköstkor 6 nemzetiség különböző ételei kóstolhatók meg több helyszínen, írta a Gyulakult. A helyi specialitások mellett séták, tárlatok és kerékpártúrák színesítik a programot. Muflonbárányok születtek a Körösvölgyi Állatparkban. 4 fővel bővült az állatpark muflon óvodája, ám a napokban a létszám tovább bővülhet majd, közölte a kmnp.hu. Az alig 2 kg-os bárányok az állatpark kifutóján testközelből megtekinthetők. Jótékonysági futóversenyt tartottak Békésen. Közel 300-an vettek részt a vasárnapi körös körül jótékonysági futóversenyen, írta a Beol. A bevételből az Esély Állat és Természetvédő Egyesületet támogatják. Kedden még visszatér egy enyhe hajnali fagy, és szerda reggel is hideg lesz. Jó hír, hogy egész héten sokat süt majd a nap, fokozatosan melegszik majd az idő. Kedden sok napsütés mellett kevés felhőre számíthatunk, jelentősebb csapadék nem várható. A hőmérséklet a hajnali mínusz 1 fokról napközben 16 fokig emelkedhet. Szerdán is sokszor kisüt a nap, némileg megerősödhet a szél. A hőmérséklet 0 és 18 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Elmélyítik az együttműködést. Közös sajtótájékoztatót tartott a Gyulahús és az Agrárkamara. Középpontban a költészet. Gyulán a József Attila szobornál tartottak ünnepi programot. Tájékozódási futók versenyeztek. Gyulán és Városerdőn mérték össze tudásukat a sportolók. Segítség Kárpátaljának. Országos kezdeményezéshez csatlakozott a Gyulai Zeneiskola. Ez volt a Gyula TV híradója. Kövessenek minket közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon. További jó tévézést kívánunk!